Kis Antal 105 éve, 1918. február 27-én született Bács-Kossuth falván. Kolozsvárot végezte, teológiai tanulmányait, majd 1943-tól segédlelkészként, 1950-től megválasztott lelkipásztorként teljesített szolgálatot szülőfalujában. 2006-ban hunyt el, élettörténetét lánya jegyezte le. Bármilyen ünnepség, születésnap, karácsony volt, ha valaki jött, az, aki segítséget kért tőlünk, már édesapám ugrott, és ment, és segített. Tudta az, hogy valakinek rá szüksége van. Ez maradt meg így az életemben, ami szintén az én családom életében is, ez a szolidaritás, ez a humanista tevékenység, ez a diakóniai munka. Ezt mi is ugyanígy ápoljuk, és ezt magammal viszem az én családomban, család életünkben. A Teremtő nem szabott könnyű sorsot Moravicei szolgájának. Kis Antal történelmünk legviharosabb évtizedeiben vezette a gyülekezetet, mindig kiállva a hit és a magyar öntudat mellett. Anti bácsi biztos, hogy a legjobb példa arra, hogy hogyan lehet a közösség gondjaival azonosulni egy egyházi vezetőnek. És ő ezt tette, és én azt hiszem, hogy példát ad. Ez a könyv is azért fontos, hogy ebből pontosan látszik, hogy példát mutat a mostaniaknak is. A kötet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet monográfia sorozatában jelent meg. Példamutatás valójában a kötet, mégpedig Kis Antal Esperes úr személyén keresztül egy olyan embernek az életébe tekinthetünk be, aki a saját közösségében megbecsültségnek örvendett, de ugyanakkor példamutatásról is szolgált mindenki számára, tehát az egész vajdasági magyar közösség számára. Kis Antal emléke ma is él a faluban. Többen megemlékeztek róla a könyvbemutató keretében, és sokan vittek haza dedikált példányt a róla szóló könyvből.